Eckhart Tolle kezében könyvet tart, amikor beszélni kezd. Rumi a nagy perzsa szufi költő, egyike a valaha élt legnagyobb költőknek, azt mondja, van benned egy erő, ami életet ad neked. Keresd azt. A testedben ott található egy megfizethetetlen ékszer. Keresd azt. Minden vándorló szufi, ha a legnagyobb kincset keresitek, ne kívülre nézzetek, nézzetek belülre, és keressétek azt. Irányítsd a figyelmedet befelé, van benned egy erő, ami életet ad neked. Keresd azt. Becsukja a könyvet. Ezek a sorok, útmutatóként használtam őket, nagyon erőteljesek. Van benned egy erő, ami életet ad neked. Keresd azt. Másképpen fogalmazva, tudatára ébredni annak az életnek, ami vagy. Közvetlenül tudatára ébredni ennek az eleven jelenlétnek. Nem is azt mondaná, hogy ennek az eleven jelenlétnek benned, a nyelv már meghamisítja a dolgokat, hanem tudatában lenni ennek az eleven jelenlétnek, ami vagy. Nem arról van szó, hogy az eleven jelenlét benned van. Az eleven jelenlét az, aki vagy és ami vagy. Abban a pillanatban, amikor használjuk a nyelvet, dualitást hozunk létre. Szóval, ebben a pillanatban tudatában tudsz lenni ennek az életnek benned. Ez olyan mindent átható és olyan nyilvánvaló, hogy átnézel rajta. Ugyanúgy, mint ahogy egy hal valószínűleg nincs tudatában a víznek. Tudod érzékelni a saját jelenlétedet? A gondolkodáson túl, ami nélkül nem lenne gondolkodás, de a jelenlét a gondolkodást megelőzően létezik. Éppen most semmi köze a történetedhez. Itt érintjük a lényeget, a felsőbb dimenziót benned. Ahol mi az, ami meghaladott? Minden, ami forma benned. Gondolkodás, érzések, érzékszervi érzékelés. Hogy van az, hogy tudatában tudsz lenni mindezeknek a dolgoknak? Hogy van az, hogy lehetnek gondolatok? Hogy van az, hogy lehetnek érzékszervi érzékelések? Hogy van az, hogy lehetnek érzések vagy érzelmek? A mögöttes jelenlét miatt. Az élet a formamentes. Élet vagy tudat. Most ha tudatában tudnál ennek lenni folyamatosan a mindennapi életed során, akkor szabad mentes lennél a dolgokhoz való kötődéstől és a kötődéstől a mentális képhez, hogy ki vagy az egótól. A videó feliratát felolvasta Korek Mária.